Sziasztok, itt vagyunk. Keszőhideg úgy Gyönkön, és a mai téma az majd ott a szélső vonal lesz, amit a másik fele megy. És itt van velünk ugye Vacsoda Jani is, majd ő idegen vezetőként mesél a vonalról, most sétálunk most arrafele. És hát ugye azt lehet tudni a vonalról, hogy 1990-ben zárt be a 49-essel együtt. Viszont van róla legalább egy felvétel, amikor még végig mennek rajta. Így a bezárás előtt azt hiszem két nappal sikerült rögzíteni, hogy Dombóvától még elment a másik, de még azt is felvettem, amikor a Dilabézi errefele. Úgyhogy majd azokat a felvétel össze lehet hasonlítani, hogy mi változott azóta. Mondjuk, ja, és ráadásul fel lehet akkor újítva, akkor még kisísinek voltak végig, nem? Ugye jól mondom, hogy akkor végig kisísinek voltak. Igen, még eredetileg. És tényleg ilyen gyökkettővel tudott a bézésre leszólni. És azóta 48-as sínekre átépítették, hát most egyre 60-nal is lehetne rajta menni, csak a tehervonat azt nem igényli, ezért nem emeltek sebességet. És hát a személyforgalmat állították vissza. Viszont volt rajta egyébként azóta is személyforgalom. Volt külön vonat megrendelve, de mikor volt az utolsó? 13-ban és 15-ben. A Mozdonyi és Madarfics rendezvény keretében. Olyan régen volt már. Gelencsér Tomi szervezésében. Engem, és arra nem tudtam elmenni, de gondoltam biztos lesz még, mert akkoriban úgy volt, hogy minden évben lesz, hát aztán azóta nem lett. Volt? Le. Mikor? Meg a, volt a 99-ben egy németek által. Jó, ja, hát azért... Ja, amikor ilyen megszűnt vonalakat jöttek. Jó, ja, hát azok azért az ilyen angol, meg német külön vonatok, amikor... Hát őket mindenhova elengedik. Meg volt egy nohabos is. Mikor? Nohabos? Az meg 15-ben azt hiszem. Na nem már, és erről hogyha nem tudtam, hogy 15-ben volt el egy nohabos különvonat. Mert valószínűleg az is ilyen angolos különvonata lehetett, nem a nohab GMS, vagy annak meghirdettek. Na mindegy, hát akkor menjünk majd ki a vonalra, majd ott jelentkezek megint. Csak itt 1990-ben, itt valahol ezen a környéken még állt egy őrház. Ennyit lehet most egyet tudni. Itt van a fényjelzés átjáró, és egyébként ez is egy vasúti... Ez is egy vasúti helynek tűnik nekem, ami itt van. Lakóőrház is. Hát, vagy valószínűleg már, vagy a vasúthoz már nincsen köze, viszont úgy látom, hogy láthatatlan, hogy lakják. Már ki tudja, attól, hogy van egy TV antenna, még nem biztos, de be van vezetve a villany is. Lakják. Igen, úgyhogy... Ha a villany be van vezetve, akkor valószínű. És hát ilyenket itt van a fénycsodompós átjáró, most éppen ott látszik ott Jani mellett, ott pislog a szemafor. És errefele még a bicikli út is ki van jelölve, de az itt végig az aszfaltnál megy, vagy mellette? Nem, az nem erre van. Nem? Ja, csak ugye már ott kim van a tábla. Az csak játszik, hogy... Igen, és egyébként ott van. Arrafele, ott ágazik el a vonal, úgyhogy majd nekünk is valahogy arrafele kell menni. Hát ott már át tudunk menni a vonalra. Ráadásul azért mondtad, hogy egy vastag törzsű fa ki van dőlve a sidekre? Nem vastag, egy vékony, akár. Ja. Akkor legalább biztos, hogy nem fog most vonat jönni. Bár ugye a hétvégén most ilyenkor nem nagyon szokott lenni semmi. Vasárnap, igen. Éjjel. Ja, éjjel, amik általában éjszaka jönnek. Igen, azt nem mondtam eddig, hogy egyébként ez egy üzemelő vonal olyan szempontból, hogy teherforgalom van rajta rendszeresen. Tehát a másit kiszolgálják innen. Minden ma volt kétszer is. Úgyhogy azért mit szoktak, fát szoktak vinni? Igen. Meg gabonát. Ja, tehát akkor a szezonja van a gabonának, biztos, hogy többször is fordulnak. Hát tavaly talán háromszor volt gabonát. És ott látszik, igen, a 20-as lassújjel kezdete az már ott van, tehát látszik, hogy ilyen fel lehetne emelni a sebességet, mert a felépítmény bírnál, csak a tehervonat úgy vannak vele, hogy az ráér. Jó, most nem jön vonat, akkor most át is tudok menni. Tehát a tehervonat az elmehet 20-szal, összeg úgy vannak vele, hogy az nem siet. És itt van a 48-as vonal kiágazása. Remélem, hogy a szélzaj nem fog most nagyon bekavarni, mert pont arról fúj. De legalább 10 akkora sebességgel, mint tegnap. És arrafele megyünk majd tovább. Ott rögtön van egy átövesz, azt ide látom. Van benne itt egy sikán a vonalban, így egy ilyenes forduló, és a... És ott az eskagyardnak a végén volt egy megállóhely korábban. Hát, hogy ezen a igen, tehát valahol. Itt ez biztos, hogy valami csonk, tehát lehet, hogy volt itt egy jelző. Lehet, ja, itt az átjáró figyelmeztető, az ugye a 3-as szervényben az a másik átjáró, de... Nem, a vonóvezeték tartó. Lehet egyébként. Hát ott is van egy... Ja, hát ott meg volt egy azért csonkatávíró pózna, amit láttunk. Egyébként itt vagyunk az ívbe. Ott a másik. De a vonóvezetéknek a tartója az lehetett. És mi is mindjárt ott vagyunk az átövesznél. Ja, tehát itt... Igen. Egyébként a másikra.
minket, az lesz a túlsó kapus. Nagy hídja. Aha, tehát akkor ez csak az átél, vagy... Hát igen, mert most érzem, hogy két átél lesz is van, viszont ott van egy kisebb pályahiba is. Hát mondjuk az, de igazából teher vonatnak nem vészes. Hát a 20-as lassú jel az itt még indokolt is lehet ezen. Tehát itt még, hogyha ablakos vonat menne, akkor se hiszem, hogy itt engednék a 60-at. Mert egyébként ezen a pályán mehetne a 60, csak meg a talfák is újak. Ez elég. Ez itt vannak újabb talfák is. Bizony. De ezek már az új talfák. Ez látszik rajta. Ja, akkor nem miatt volt a 20-as lassújjel, hogy itt megsüppett. Hájra húztak, nem emelték vissza a sebesség. Ja, tehát azért, mert itt van egy süpped és levették a teljes vonalon. Hát gondolom azért se vették vissza, mert a tehervonat nem siet. Annak elég. 10-es szelvény és itt a kapos híd. Igen, ez látszik, ez azért már nagyobb folyóvíz. Már ez se igazából, hogy ez folyónak számít, vagy pataknak, vagy minek számít a folyó. Azért annyira nem nagy. A híd, amit papám elmondása szerint a második hidakalmokban nem dobbantottak fel. Jó, ez volt a régi jelző talapzata, ugye? Ja. 12-es szelvény. Értek? Igen, ott. Itt van az eskanyal és ott a végén. És akkor haladunk tovább errefele. Tehát 1975-ös talpfa, és ez még jobban talp, mint a mellette lévő. Szerintem 20 éves sincs ez a talpfa. Ez itt 11-es a következő. Ennyi számít, hogy nem lehet kátrányozni. Semmi nincs. És ez a másik, ez mennyi? A vonal, amit megfordult. Ebből kisfordulták a talpfa szeget, ezt nem tudjuk. Na ez mennyi? Ez 11-es. 2011-es. Hát akkor valószínűleg a másik is annyi, azt egyszer vették. Na, itt viszont már betonalj van. Tehát raktak le egy betonaljat is. Ez meg egy ellenbetonalj. Ja, egyébként a sinek 48-asok és geóla erősítés. És itt viszont van egy összeheggeszte is. Ez ilyen... Pedig ugye ez ilyen hevededes. Na, viszont már ugye heveded van. Tehát... Végtelenített. Hát talfáj szakasz vége, és akkor innen már betonaljak vannak. Jó, mondanom, ha itt van. Igen. Ez már betonalj itt. Itt még talfa. Itt még talfa, és innen már betonalj, és akkor innen végig betonalj? Ja, betonalj. Lesz mindjárt a következő megálló alsó majsa. Ja, látom. Ahol itt ráadásul ilyen komplett minden volt. Itt volt kitérővágány, volt azért forgalmi szolgálat, volt menesztés önházak, meg egy tekedős salompó is volt. Tehát hogy a fentről pontul látszik, majd bevágom ide. De hát mikor megszűnt a vonal, akkor ebből már semmi nem volt, csak egy tábla, nem? De volt egy tábla, hogy itt a megálló és ennyi. Igen, addig nem az épületet is elbontották. Persze, meg felszedték a kitérőt, és az azt hiszem, hogy már egy későbbi fentőpontos képen se látszik a kitérő, azt már korábban felszedték. Azt már 80-as évek közepén felszedték. Igen, 1973-asban így láttam. A 80-as évek közepén. Igen, azt hiszem, a 85-ösben már nem volt rajta. De majd mindjárt, már a fentőre pontul nézegettem, majd ugye vágom be ide a képeket, akkor majd látszik. És igen, és innen már betonaljas. Valahol a váltó, mert itt lehetett a kiágazás. Már ott bájább van itt a még telefonoszlopnak a csonkja, tehát itt kiment a rakodó. Igen, itt még mondjuk nem látszik, mert ugye egy rendes magiköves ágyazat van. Hát igen, mert az altépítéskor volt tereprendezés. 147-esnél, ahol láttuk, hogy ahol nem bányakavis van, hanem meg szélesebb, hogy ott volt a váltó. Uh-huh. És ott nagyon megvan, de itt lehetett valahol, mert fentől pontos képes valószínűleg, hogy itt volt a kitérő, és kicsivel alébb volt az épület. Valahol ott az oszlopon túl arra kéne lenni a vágányzáró sorompó maradványnak. És ott látszik azért az átjáró jelző, itt volt az átjáró, a sorompóval. Még a sorompóból lehet, hogy van valami. Abból sose láttam. Hogy ez itt igen a vágányzáró sorompónak az egyik ezért tartó bakja. Az mi? Kis vasút is inszál? Hát ugye volt itt egy kisvasút is valamelyre, csak hát az még a fentőpontból sem nagyon látszik, de... Az viszont egy kisvasút, egy
Nem is 9 kilós, szerintem még annál is könnyebb. De kisvasúti. Lát. Ez biztos, hogy egy kisvasúti sínszál. És nézzetek itt is egy betonot. Aha, tehát... Lehet, hogy ebben volt akkor a vagánzárosodampónak az egyik főtartója. Az lehet egyébként, mert itt volt a kitérő vágány, vagy a lakodó vágány, az itt volt. Ráim, nem vagy ott is az... valami? Hát, hogy ezt kiszedték állóknak. Tehát, hogy itt látszik, hogy itt volt az egyik távíró pózna, és akkor itt azért is itt lehetett az első vágány, mert itt sokkal beljebb van a régi, tehát itt a oszlop csonkja, hogy itt volt a távíró. És ott volt a... És ugye a másik meg ott volt, ahol most az új távíró vezeték van. Az épület pedig ott valószínűleg a következő póznánál lehet valahol. Igen, megmutatom majd azt is. Hát az alapból lehet, hogy maradt valami. Van. Valahol az épület. Egyébként itt látszik is, hogy itt kellett valahol lennie. Ja. A régi kút. Hú, eléggé szétolhat már ez a szal. De ez volt a régi kút. Hát. Azért ennél jobban is lehet fedni, hát valaki rálép, úgy beleesik, mint a picsa. Úgy hittem pedig később, akkor... Ja. Ja. Na nézzük csak! Hoppá! Itt a fenyőfa maradvány! Tehát itt volt az épület. Az volt a kerítés. Aha! Itt volt az épület. Na, itt a pincel, itt van törmelék. Tépla maradvány. Valószínűleg itt volt a pince és beleszólták a sittet. Ez itt a gödör. Aha. Ez ennyi. Itt volt a pince, persze, beleszólták a sittet és ennyi. Tehát itt legalább látszik, hogy itt volt. Ennyi maradt belőle. Legház volt itt, vagy? Aha. Egyébként, ja, simán nézd csak. Itt. Ilyen kisvasút, az most valahol itt kellett szerintem, hogy bejöjjön. Hát itt valószínűleg volt egy átvakó is valahol, nem? Mert itt bejött a nagy vasút mellé, és akkor itt pakolták át. Igen. Meg itt vakottak fel a kis vasútra. Az itt volt a szekérhíd mérnek, és akkor innen lehetett átvakni, hogyha lovas szekérre hoztak valamit a kis vasútra. Ja. Meg valószínűleg a kis vasút az még közelebb is ment a nagy vasúthoz, és akkor ott is volt átvakás. Ja. Lehet, hogy éppen a rakodóvágány. Hát valószínűleg a rakodóvágány mellé vitték ki valahogy, hogy át lehessen könnyen pakolni. Az a baj, hogy ez ugye fent célponton nem tudtam kivenni a kis vasutat, illetve volna, de... Azt sem tudom, mikor szűnt az meg. Ja. De valahol itt kell, tehát biztos, hogy volt itt összeköttetése a nagy vasúttal. Nem véletlenül építették ide a kis vasutat. Mondjuk. Adórián pusztának az épülete is, úgyhogy ő már bontás alatt van. Ja. Ez 2000-ben volt kereken. Ja. És akkor itt még volt egy WC? Hát egy melléképület, akkor azért két WC-vel gondolom. Hát az a hagyományos kialakítású. Ja, hát itt volt az elbontott WC. Ott a fala még látszik. Igen. Ja, ott látszik valami. Még gondolom pottyantós volt, azt meg ugye beledúlták a földet. Nyújthat, ez a blog. Jaha. Nem tudom, hogy más nem volt. Ez mi, ez egy lyuk? Ezt nem tudom, mi betonozott. Ott volt a lakodóvágány vége, valahol így csatlakozhatott vissza. Hát ezt már nehéz megmondani, és ott egy picivel adébb ott van az átjáró, azt pedig innen kezelték, az egy teljes sodompó volt. Hát ugye itt volt az átjáró, és akkor itt volt, mind a két oldalt volt egy tekedés sodompó, az látszik egyébként a fentről pontú képén, és itt valahol ugye innen jött a kis vasút, és itt valahol át kellett jönni a nagy vasúton. Mert ugye, hogyha amarra jött a kis vasút, itt valahol át kellett jönjön. Hát itt meg mehetünk majd tovább erre. Itt akkor volt ilyen méteres hó, amikor át kellett ülni egy másik autóba, az a hófúvás volt. Azért nehéz így elképzelni, hogy itt egy méteres hótornasz van. Hát meg gondolom a szél befújta ide a bevágásba, és akkor itt ugye összeszedte. Igen. Azért szép lehetett, amikor a tolólapos Szergely küzdött vele. Biztam volna benne.
Nehezen tudom itt elképzelni, hogy, hogy méteres hó legyen. Arról nem csináltál képet? Csak a hófalról. A szergányt nem tudtam elkapni. Azért a hófalról is szép lehet ez a kép, ami itt van. Ja. Van több is, meg hónyálvák voltak több helyen. Az szép. Majd ilyen képeket is tudom. Na, majd küldjél, ezt majd bevágom ide az egyik ilyenét, amikor itt hó van. Ja. De az ilyen szelvénykő, ilyen se nagyon van sehol. De hát ez a nem jó, de nem is logikus. A 3,6-os szelvény. De itt erről jöttünk, és a következő az pacsmag lesz, ha minden igaz. Még körülbelül belül még 2 kilométerre itt lesz majd pacsmag. Hát ennyi, ott nyíl egyenesen tovább, de ott már látszik az ív. Ha ízét, itt elmossa a víz ezt a bevágást. Igen, igen. Az olyan szépen szokott zöldelni itt nyarba. Ebből a völgyből. Aha. Ide vezeti az esővizet. Tehát van itt egy kiadósabb esőzés, akkor ez szépen le tudja mosni. Hát de itt nem mossa ki a töltést ilyenkor a vágányodol? De viszont arrébb volt ma olyan rész, ahol igen. Hát meg ezzel a PFT az nem foglalkozik, hogy valamilyen megfogja. Nem, itt alkultak aztán azóta. Hát vagy hogy ezért kitakarít alatta, vagy csinál egy átvezetést, ugye átövesznek, hogy ott átfolyjon a vízet, ilyenkor azt szokták. Itt nem, de a következőnél ott előtt fordít, mert az van kitáblázva, hogy 350 méter. Na, viszont ide lehetne egy kilátót lakni, tényleg, hát innen nagyon jól lehet mindent látni, itt van a tó. Ott van a sín. Szép. Arra fele van pacsmag. Nézzük akkor. A tájkép. Ha már fölmásztam ide. Ezt nézzétek, itt volt a pacsmagi megálló, és a másik oldalt volt a pedon. Én egyből elvágtam volna, hogy biztos itt messzíres a töltés, de nem, a ma oldalt volt. Igen. És ott az András keresztes átjáró, meg ott van egy tél, ott a villanypóznán van egy világítótest is, az nem oda tartozott? Tehát az eltő pedon világítás volt. De van mindjárt közelebbről megnézem. De egyébként igen, itt. Tehát valahol itt már kezdődött a peron, és az útátjárónál már biztos, hogy tartott. Meg még tovább is szerintem. Eddig az oszlopig volt megálló rész. És akkor itt a két oszlop között volt, azt hiszem, a pacsmok tábla. Aha, itt. Itt a két hóznánál. Aha. Az egyébként lehet. Ez a vonal videóban látszik. Igen, az emlékszem is, hogy a megállók azok látszottak rajta. Hát igen, ez egy régi távvidó pózna, egyébként van mellette egy új, de az már az optika, ez volt a régi. Hát ez szépen megtámadta a harkály. És ott a villanypóznál van az a régi kandelláber, na szerintem az a peron világításhoz tartozott. Igen, meg is nézem közelebbről. Ez csak a világítás kapcsolja. Ami egyébként már nem is működik. De ez amikor még itt üzemelt a megállóhely az ide. Alul volt, hát egyébként is semmi extra nem volt, de sima táblás megállóhely volt, gyaldás keresztes átjáró, és volt egy tábla itt, hogy pacsmag, és ennyi. És egyébként arrafele van néhány épület, de más itt a környéken nincsen. És arrafele kell majd tovább menni, és a következő megálló az Adorján puszta lesz. Néhány lakóház az lehet arrafele is, mert ott egy táblai magánterület. És akkor erre tovább. Ugye, akkor itt volt a hármas őrhely. Aztán a fentőpontunk még biztos megvan. De már a vonal videón sincs meg. És akkor itt az átjáró. Hát valószínűleg ezt az átjárót fedezte. De ez szerintem biztosítatlan volt már akkor is. Igen. Tehát akkor ez tényleg ilyen vonat jelentő őrhely lehetett. És akkor majd itt mindjárt majd egy balos fog jönni. És az már ott a Dorján puszta, ott az a sok ház. Igen. Na, tehát akkor jól lefele megyünk, akkor ott volt az a Dorján pusztai megálló, hát az még egy olyan körülbelül 1 kilométer. Nem, akkor már annyi se. Ezek itt meg betonaljak? Ja, nem. De azok ott meg már betonaljak. Hát azokkal van megcsinálva az átjáró. Igen. És akkor itt volt a Dorján puszta megállónak az épülete. Ennyi maradt belőle. Hát, a vezetőt is szétszették. Igen, itt van, ez látszik. Hát ennyi maradt akkor a Dorján pusztából, de itt volt az épület, az látszik. És hát volt itt egy kitérővágány, de az melyik oldalt lehet? Ezen, itt? Igen. Itt. Hát igen, még az a logikus, hogyha itt volt az épület, akkor előtte volt.
De szerint akkor már korábban felszedték, még a 70-es évek előtt. Hát fentről.hu meg kell nézni, van-e korábbi kép, hát ha azon látszik. És itt ráadásul itt ugye lakórész is van, tehát azt ugye láttuk, hogy itt a megállónak volt létjogosultsága. Mert itt azért több épület is van. Meg lenne is szerintem. Hát látod, hogy most is lenne, mert ugye nem jár ide ki busz. Tehát azt mondja, hogy itt fel lehetne szállni onnantól, és igazából nem is kell sokat innen ide gyalogolni. A buszhoz jóval többet kell. És hát akkor arra fele van Tamási, innen már. Tényleg 4 kilométer, azt ott vagyunk. Itt volt egy WC is. Hát jött ott az öldövezetnél, igen. Ott rendesen meg volt rágyázva, volt jobban nő. Ja, ez volt itt a WC. Na, akkor ezt nézzétek, 102-es. Ez már a következő út átjáró, ez a 100-as nagy, a 99-esnél van, és itt vált betonajlót alfára. Ott körülbelül a pózna előtt látszik, hogy addig betonaj, és onnan már talfa. És hát erről jöttünk. És itt egy frissen felújított átjáró. És ugye hamarosan már Tamási. Ott az ív után kb. Már lassan. Hát hát olyan 2 kilométer ilyen. És akkor itt egy újabb híd. Túloldalt meg már bicikli út. És itt van a gumielemes átjáró. Tehetünk, és rendesen, bicikli út, rendesen labirint korláttal, mindennel. És hamarosan érkezünk a 49-es vonalhoz. És akkor a mindegy szelvénynél, már lassan a vonal végénél, és arrafele ott látható a 49-esnek a hídja is, a biciklis pihenő mellett, és mindjárt becsatla azért a két vonal, akkor onnan a kanyar után már ugye egyszer nem megy a másik fele. De ez már gyakorlatilag a célegyenes lesz onnantól kezdve. Úgyhogy ott a balos év után ráfordulunk a célegyenesre és megérkezünk a másikba. Akkor 49-es vonal innen. És itt ért össze a kettő. De innen tulajdonképpen már bejártam, amikor a 49-es meg volt. Ott van az ív után rögtön az előjelző. Úgyhogy innen már gyakorlatilag hamarosan tényleg a célegyenesbe. Hát még körülbelül 1 kilométer. De innen már gyorsan megvan. Ez már könnyű terep. És akkor most már visszaértünk Pincehelyre, innen megvárom a ripülővonalit, aztán irány haza. És ennyi volt ez a Keszőhidegkút Gyöng Tamási vonalbejárás. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!